A kapos kórus közreműködésével emlékeztek elhunyt szeretteikre a Dombovári Egyházi temető sírkertjében, melyet 25 évvel ezelőtt, 1996-ban állítottak, és ahol azóta, minden november 1-én egy meghitt megemlékezésre várják az érdeklődőket. A helytörténeti kutató Takács Istvánné megható gondolataival idézhették fel halott hozzátartozóik emlékét a megjelentek. Itt az ősz, az emlékezés időszaka. Emlékezés az üde tavaszra, a nyári napsugárra, amely kicsalogatta az életet a föld mélyéből, megszólaltatta az erdő, a mező dalosait. Emlékezni a nyárra, emlékezni az ifjúságra, amely tudott szeretni, hinni, remélni, az élet delére, amely tudott reményt valóra váltani. S végül emlékezni saját és mindannyiunk életének törékenységére. Mert a halál, a mulandóság közös földi sorsunk. Ezután Szűcs Eszter evangélikus lelkész gondolataival folytatódott a halottak napi megemlékezés Dombováron. Elvesztett szeretteinkre gondolunk, de akiket nem vesztettünk el teljesen, hiszen hisszük, hogy a mennyei atya hajlékában vannak. Azokat, akiket szerettünk, de akikkel ebben a földi életben már nem láthatunk többé, Isten kezében tudhatjuk. Akiknek a fájó hiánya velünk marad, amíg élünk, de akikkel, ahogyan egy szép ének mondja, ott állunk majd üdvbe, öltözötten, én és szeretteim köröttem. Majd Hegedűs János plébános gondolatébresztő szavait hallhatták az emlékezők a dombovári sírkertben. Elhunyt szeretteinkre emlékezünk, e temetőben nyugvókra, a város egykori lakóira, ismertekre és kevésbé ismertekre egyaránt. Emlékezésünk során a remény bíztató és erőt adó távlatait Jézus evangéliumi ígérete erősíti bennünk. Bizony mondom nektek, aki hallgat tanításomra és hisz abban, aki engem küldött, annak örök élete van, és nem sújtja őt az ítélet, mert már átment a halálból az életbe. November 1-én az emlékezés mécseseinek elhelyezésével zárult a Városszépítő és Városvédő Közhasznú Egyesület idei megemlékezése a helyi temetőben.